Harmadik alkalommal rendezték meg Szekszárdon a Percelmo rendészeti versenyt október 5-én. A rendezvényen 10 csapat vett részt Szekszárdról, Paksról és Dombóvárról. A versenyző diákok nagy része a középiskolája rendészeti szakáról érkezett. Egyetlen civil csapatként a paksi Szent István közgazdasági szakgimnázium és kollégium diákjai vettek részt a megmérettetésen. A versenyzők 8 versenyszámban mérték össze erejüket. A versenyt végül az AM Dunántúli Agrár Szakképző Központ Csapó Dániel Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2. számú csapata nyerte. Ők fogják képviselni Tolna megyét az országos megmérettetésen.